Több ezer iskolát hasonlítottak össze az elmúlt évek országos kompetenciaméréseinek eredményei alapján, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza legjobb iskolája lett a Kodály, országos szinten pedig az előkelő 40. helyet foglalja el az intézmény. Az első 39 iskola között 26 budapesti van. A legjobb iskola és a nyíregyházi Kodály elért eredményei között mindössze 21 pont van az 500-as skálán. A kompetencia méréseket 2003-ban vezették be. A 6-os és 8-os diákok alapképességeit próbálják ezzel felmérni. Szabolcs megyében mintegy 300 általános iskola működik. A Kodály az elmúlt években is mindig jól teljesített. Általában a felső 5%-ban szereplünk, de én az alapkompetenciák, ugye szövegértés, olvasás, számolási készség, stb. Mellett szeretném a Kodály vonatkozásában kiemelni az úgynevezett generikus kompetenciákra való koncentrációt, és ez nem egy intézményvezető gondolata, nem egy pedagógusé, hanem egy tantestületé. Ez azt jelenti, hogy amit leginkább a munkavilágába is majd kamatoztathatnak, vagy középiskolás korukban a diákjaink, legyen ilyen a felelősségvállalás, az elkötelezettség, a csapatmunka, a tolerancia, az érzékenység. Tehát ez sokkal összetettebb dolog, és úgy gondolom, hogy ez nem is áll meg az iskola kapujában, hanem nekünk az az elvünk, hogy az életre neveljük a gyerekeket. Egy másik nyíregyházi általános iskolának, az Apácainak is jelentős szerepe van a megyében és az országban egyaránt. 2020. szeptemberétől itt indul elsőként francia kétannyelvű általános iskolai osztály. Az intézményben 1988 óta van francia nyelvoktatás, így már több évtizedes hagyomány tudhat maga mögött az Apácai. Kutasi Angéla tanárnőnek sokat köszönhetnek a diákok, az országos versenyek első helyezett tanulóit, és a sikeresen nyelvvizsgázókat is ő készíti fel az iskolában. Az intézmény jogilag megkapta az engedélyt a kétannyelvű osztály indítására. A következő feladat, hogy ezt megtöltsék tartalommal, közölte Andó Károly 35 perc című műsorunkban. Gondolkodtunk, hogy hogyan is orientálódjon az intézményünk a nyelvek felé, akkor az angol és a német mellett a francia is felmerült, amely úgy gondoljuk, hogy egy újfajta hozzáállás a nyelvoktatásához, hiszen az unióban, ha belegondolunk, a jogi nyelvezet és az unió egyik nyelve is a francia. Az iskolában marad 4 osztály évfolyamonként, az A osztályban indul majd a nyelvi képzés. Ennek a kerettantervét május végéig el kell készítenie az intézménynek 1-től 8. osztályig. Azért is számít ez nagy feladatnak, mert nincs még egy ilyen az országban, ezért mindent a nyíregyházi Apácainak kell kitalálni. Az intézmény számít a tankerület, a pedagóguskar és a lektor segítségére is majd. Jelenleg 2 francia nyelvtanár dolgozik az iskolában, a jövő évtől azonban ettől többre lesz szükség, tette hozzá az intézményvezető. 2 nyelvtanár kezdte el az akkori időszakban ennek a úgymond a új bevezetésével, valamint van itt egy olyan cég, akivel nagyon jó kapcsolatot épített intézményünk, a Michelin, akik ugye Nyíregyházán is megjelennek, mint elég nagy foglalkoztatók, mint világcég, és a vezetőség is támogatta ezt az elképzelést, már a Michelin vezetőségére gondolva, mint gyakorlóiskolai státuszban hozzá kapcsolódva az ott lévő gyerekekhez, valamint aztán mindig 2-3 évente az irányultságok között is megjelent a francia, tehát a szülők mindig választották az intézményből, ez azt jelenti, hogy körülbelül nagyjából a 15-20% a tanulóknak minden évben a francia nyelvet választotta. Az érdeklődésből úgy látszik, van igény a francia kétannyelvű oktatásra már általános iskolában is. A heti 8 órás nyelvtanulás mellett a jó képességű diákok középfokú, a legjobb képességű diákok akár felsőfokú francia nyelvvizsgát is szerezhetnek a 8. osztály végére. A leendő első osztályosokat és szüleiket november 12-én várja a nyíregyházi Apácai Csere János általános iskola, délelőtt egy interaktív ovis játszóházra, majd délután tájékoztató szülői értekezletre.